Erzsi. És a szabadság a tonhalnál is fontosabb, mondja Erzsi. Miért van ma itt? Hát azért, mert minden évben itt vagyok. Amikor van, persze, tavaly nem voltam itt. Hát szükségesnek érzem, hogy eljöjjek. És miért? Hát nézze, azért, mert ki kell fejezni azokat az érzéseket, amit én érzek mondjuk most például a kormánynak ezzel az új törvényével kapcsolatosan. Mit érez egész konkrétan? Hát, hogy megint valami igazságtalanság történt, és megint meg akarnak alázni egy társaságot. Úgyhogy a törvénynek azzal a részével kapcsolatban, ami a pedofilokkal kapcsolatos, azzal nincs semmi bajom. De ami azután jön, az egész nevetséges. Tehát ez kimondottan vagy figyelemelterelés, vagy valóban ez a gonoszság, ami valakiből kijön. Teljesen heteró vagyok, és nincs unokám, lehet, hogy nem is lesz, gyerekem van, de minden évben eljövök, amikor megrendezik, mert tényleg, amit a Zsazsa is mondott, tarthatatlan ez az egész. És minden ember egyenlő, és mindenkit el kell fogadni úgy, ahogy van. Ennyi. Miért jöttetek el ma? Ez egy nehéz kérdés. Hát, úgy éreztem, hogy kellett. Nem tudom. A tavalyi online Pride után idén az eddigi legnagyobb Budapest Pride fesztivált és felvonulást várták a szervezők, melynek gyülekezője július 24-én délután a Madách téren volt. Az aktivisták szervezők becslése szerint körülbelül 30 ezeren vettek részt a Tabánig tartó menetelésen, mely valószínűsíthetően többek között a kormány pedofil törvény melegellenes homofób módosítása miatti felháborodás váltott ki. Ekkora érdeklődés duzzasztott a meleg, illetve LMBTQ közösségben, szimpatizásokban és nemzetközi szervezetekben. Miért jöttek el ma, és mit képviselnek? Hú, rengeteg okból. Egyrészt én gender studies tanítok. Ott kezdődött ez az egész. Másrészt leszbikus lennék. Harmadrészt ki vagyok kattanva attól, hogy azt képzelik, hogy az ember szexualitása 18 évesen kezdődik. Hogy lehet így nyitott társadalmat építeni, hogyha mindenkit falak mögé úgy képzelt elvek szerint berakunk, ez mind. Kiálljunk az egyenlőség mellett, az elnyomottakért, a melegekért elsősorban, illetve tehát nyilván ezért nagyon fontos, ez a fő lényege, de egyébként meg csak szeretnénk egy jót bulizni, és végre nem attól félni, hogy esetleg a felszerelésünk miatt, vagy mert fogni merjük egymás kezét, akkor megszóljanak, vagy hasonlók. A saját jogainkat képviselni, mindenki jogait képviselni, és tényleg a bulizás, hogy végre úgy jöhetünk ki, hogy tényleg nem félünk attól, hogy bármikor betámadhatnak, megszólnak azért, mert mások vagyunk, és ez tök jó. Szeretnénk egy nagy közösséget alkotni azokkal is, akik úgy gondolják, hogy nem feltétlen jó dolog a Pride, mert mi feléjük is nyitottak vagyunk, annak ellenére, hogy ők próbálnak gonoszak lenni. Ellenséges a Pride-dal, annak mit mondanátok? Azt, hogy mi nem gondoljuk úgy ellenségesnek őket, mi szeretnénk, hogy elfogadjanak minket, és szeretnénk a támogatást sugározni más emberekre is, hogy megértsék, ez egy normális dolog, és nem egy olyan dolog, amit furának kell tartani. Gondol arról, hogy a gyerekeknek mikor kellene felvilágosításokkal találkoznia, mondjuk arról, hogy többfajta nemi irányultság van olyan, hogy LMBTQ, lehet nemet változtatni. Hát először is én ennél vadabbat képzelek a világról. Én azt képzelem, hogy odáig kellene eljutni, hogy erről nem kell felvilágosítást tartani, hanem az a minden lény szexuális. Szerintem. És amikor arról beszélünk, hogy és akkor mit jelent az, hogy szexualitás, akkor azon belül tárgyaljuk, és nem pedig valami függelékként, valami megtűrt, tolerált, szükséges rosszként.
Ugye volt ez a mesekönyv, most azt, hogy hallanak egy mesét arról, hogy két lány vagy két fiú szerelmes, nabum, tehát ugyanúgy hallják azt, hogy a királyfi meg a királylány szerelmes, de nem fognak belegondolni, hogy úristen, akkor most ki szerelmes kibe vagy nem. A szexuális felvilágosítás, ami miatt most nagyon lobbiznak, hogy ne vigyék be az óvodába, stb. Számomra ez azért abszurd, mert ki akarja az óvodába bevinni a szexuális felvilágosítást. Tehát nem is tudom, milyen korba kezdik el ezt. Általános iskola 12. éves kortól. Tehát akkor megemlíthetik, hogy igen, van ilyen. Tehát hogyha te nem heteroszexuális vagy, akkor ne ijedjél meg, mert ez teljesen normális. Tehát van ilyen, és ennyi. Óriási rendőri készültség és nemzetközi sajtófigyelem kísérte az eseményt. Idén is több szervezet indított járművet, összesen 6 autó, kamion kísérte a felvonulást. Az útvonalnak Ferencvárost érintő szakasza is volt, tehát a Madách tértől az Asztórián, a Kálvin téren, a Szabadság hídon át a Tabánig volt kijelölve a részvevők számára a felvonulási terület. Ellentüntetők kordonok mögött jelezték nem tetszésüket többek között a Fővám téren a pesti oldalon, és a budai oldalon pedig a Gellért szállónál. Emellett azonban összességében elmondható, hogy atrocitások nélkül zajlott le az esemény. Milyen az idei Pride? Hogyan lehet össze? Sokan vannak. Tök jó érzés, hogy annyian vannak. Nem vagy egyedül. És most tényleg látjuk, hogy nagyon sok vagyunk. Hogy érzik idén magukat a Pride-on? Köszönjük, nagyon jól. Miért jó, hogy idén is van Pride? Hát kis remény, hogy azért mégsem veszett el a szabadság végleg. Nekem bejön, örülök neki, hogy nem kellettek kordonok végül is, és azt is, hogy megnéztük, és sokan vannak. A politikai csődöt ezzel a szeleppel próbálják megoldani, ezzel próbálják levezetni a feszültséget, becsatornázni olyan emberek ellen, akik erre egyáltalán nem szolgáltak rá. Ez a folyamat nagyon fontos mindaddig, amíg van miért szolidarítani az LMBTQ közösséggel. És hát igazság szerint külföldön már ez népünnepé, ez már parádé, úgyhogy nagyon vicces, kellemes és szórakoztató program. Hát nálunk most egyelőre még a szolidaritásról szól, hogy olyan törvényeket hoztak mostanság a kormány, ami nagyon-nagyon bántó a melegek, és nem csak a melegek számára, hanem minden embernek a méltóságát ez nagyon sérti. És tulajdonképpen a meleg emberek se akarnak más, csak ezen boldogulni, boldogok lenni. A Tabánban beszédet mondtak aktivisták, külföldi és hazai politikusok, képviselők és Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere is. És tudom azt, hogy bár nem vagyunk egyformák, de egyenlők igen!